Szevasztok, srácok! Ma BeamNG-zni fogunk. Egy kicsit kipróbáljuk a prémium autómárkákat, Audi vs. BMW. Ugye megpróbáljuk átugrani a leszokat hídat. Lehet, hogy már láttatok hasonlót, lehet, hogy még nem. De most ezzel fogunk foglalkozni. Úgyhogy csapassuk is neki az S6-ost, ezzel fogunk kezdeni. Hát mindegyikkel pontosan ugyanarról a helyről fogunk elugratni, vagy elindulni. Aztán majd megnézzük, hogy mit bírnak. Ajjajjajjajjaj. Hát ez szomorú hír. Ajjaj. Ez a mélybe zuhant. És hát, hogyha Audi A6 C6, C7, akkor ugye nyilván az F10-zel lesz pariban. Úgyhogy egy M5 F10. Ó, oh, átment az F10. Micsoda! Jó napot! És még működő képes. Ó, oh, ez egy hatalmas pipa. Következő kihívónk egy Audi RS7, ilyen nagyon extrém kamuflázsos editionben. Induljon, hadd menjen. Uram! Oh, hát ez nagyon easy. Ez nagyon easy. Szép. Hát viszonylag egybe is maradt. Kicsit furcsák ezek az ablakok rajta. De jó hangja van. És hát következőnek egy M8-at gondoltam. Talán ez így pariba van az RS7-tel. Mondjuk azt, hogy pariba van. Úgyhogy most ezzel fogunk csapatni. Hajrá, hadd menjen. Brutál erős ez is amúgy. Ó! Hát ezt nem fogadjuk el, de elfogadjuk. Mondjátok meg kommentben, hogy elfogadjuk-e vagy sem. Egy nagyon picit kellett volna tovább ugrani. Következő autónk pedig nem más, mint az Audi S8. Az egyik kedvencem amúgy. Nézzük meg, mit művel. Haladós. Ajjajjajjajjaj. Egy picivel maradt el az M8-tól. Ott is van a V10 5-2, azt a mindenit. Ezzel azért odébb lehet állni, hát most nem sikerült, de... És hát ugye a S8 ilyen 2003-tól indulva, akkor nyilván a Bengal 7-es lesz a párja, úgyhogy hadd menjen! Ha jól emlékszem, ebbe dízelt találtam, jó nagy motoros dízelt. Ez egy 750, de... Hát ez egy 750 volt. Hát időközben azért találtunk egy komolyabb motort is bele, egy 760-at, úgyhogy... Reméljük nem füstöl le addig, amíg odaér. Ez már mindjárt másabb. Atya úristen, ekkorát ugratott. Ajaj. Jó, hát ez elfogadható, mert túl is ment. Hova mész még? De még pörög. Menni már nem hiszem, hogy nagyon... Nem, már nem. Menni már nem akar. De. Ó, oh, nice. Következő alanyunk egy S8-as 4D verziós A8, vagyis valami ilyesmi. Ó,
akkor megindultam úgy. Hát ez eddig tartott. Mélybe? Aha, oda. Ajjajjajjajjaj. Féljétek, milyen effektje van. Itt már tudod, hogy ennek ennyi volt. Viszont ez ellen most csak egy kicsivel újabb BMW-t tudtam hozni. Ugye ez is egy 7-es BMW, 760 Li. Ugye az A8-as is egy 6-2-es W12-es motorral szerelt gépezet volt. Úgyhogy így nagyjából így pariba lesznek. Uha! Mázli! Mázli! Hát ezt azért már el lehet fogadni. Igaz, a motornak kuka. Igen? Ja, már nem indul. Hát, szépen néz ki azért még. Ezt még a git kihozza szerintem. Aztán van még itt nekünk egy csúnya kis eresötünk. Hát meglátjuk. Azért véreztek már erősebb autók is. Talán ez könnyebb. Hadd szóljon. Parádés hangja van. És... ne! Ne! Ez is meg tudott volna pattanni úgy, mint a BMW. Hát ez unlucky. Ez nagyon unlucky. Hogy beakadt ide? Ő nem akart lemenni a mélybe. Aztán van itt még nekünk egy Alpina tuningos G20-as BMW-nk. Nagyon komoly body kittel. Nem bír magával, úgy csattog, durrog. Máz is lesz. Ne, ha hídról leesünk, az nem jó. Kuka. Egyből is mondhatjuk, hogy átment. Hát nem tudom, írjátok meg kommentben. Szerintetek ezt elfogadjuk? Végül is átment, de hogy? Így is lent maradtunk. Aztán van még itt nekünk egy Audi e-tron GT, egy nagyon elborult változat. Hát ez... nézzük meg! Azt a milyen hangja van! Csí! Papa! Hát ettől a hangtól leszakad a besém. What is easy? Hoppá! Ott maradt a lökhárító. Mindegy! Használjátok egészséggel! Megyünk tovább! Sziasztok! Húha! Kanyarodás már nem a barátja. És hát akkor már nem adjuk könnyen a bőrünket. Úgyhogy egy M4 GT3-as versenyautót hoztunk ellene. Reméljük, hogy ez lenyomja. Vagy tud olyat legalább. Hát ennek kellett fordulat azért, mire történt valami. Ott megy a távolba. Az nagy baj. Hát ezzel mi történt? Mélybe? Azaz. Wow! Viszlát! Megpróbálunk még egy kört vele, de most előre felpörgetjük a motort, hátha az a megtorpanás az elején az okozta a végzetét, úgyhogy... az nem tett jót a futóműnek. Hoppá! Failnak benn hagyjuk failnak. Ez amúgy sem ment volna át, hogyha teljesen rámegyek, akkor se. Szia! Viszlát! Végére is értünk ennek a videónak, ha tetszett, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy ti milyen autót látnátok szívesen ebben a sorozatban, mert akkor azt bele fogom tenni, és akkor hozzáírom majd esetleg a neveteket, vagy ilyesmi, és ki fogjuk próbálni, hogy át tudja-e ugratni a hidat, úgyhogy várom szívesen ezeket a kommenteket, mindenkinek köszönöm a megtekintést,
a viszontlátásra. Hello!